Van egy vendégművészünk, akit már rég láttatok, Gödri Bulcsú, kollégánk és barátunk. Mikrofonnál adjunk. Ez is jó. Ez már Gödrinek? Ja. Pénzt megtalálnám. Ja. Egy ezres lehet. Lehet, hogy elejtek egy ezres kifelé menet. Jó, hát ugyan a kólát. Kóla light. Na, hogy tudok élni. Azt szokták mondani, hogy a kétféle light kell a kólából, ugye? Mert hogy van a Coca-Cola light, meg van a Coca-Cola zero. Ahogyan van a Pepsi light, és van a Pepsi max. Mert, és akkor megkérdezed a marketingeset, hogy miért kell kétféle, amikor mind a kettő cukormentes, de olyan, hogy cukor és koffeinmentes üdítő, szénsavas, olyan nincs. Van koffeinmentes, cukros, és van cukormentes, koffeines. Ez... Na mindegy. Koffein és cukormentes nincs. Hát melyik az? A Sprite Light? Olyat nem nagyon kapsz. Maximum a izé az ilyen devizás boltba. Nem, van ilyen, vannak ilyen boltok, ahol amerikai termékeket is izé forgalmaznak, amit az Amerikába úgul. És akkor mit én Dr. Pepper tudsz kapni meg ilyeneket, ami Magyarországon elvileg nem... Jó, lehet, hogy a Dr. Pepper pont igen, látom, de tudom, hogy izé Fanta Light-ot nem nagyon kapsz, érted? Egyébként... Náci Cola Light, várjál, tehát az már a izé, az már a... Na, hát a Náci Cola Light az az, amit a izé a Love Parade-a mixnak. Mibe? Szóval, és akkor arról van miről szó... Miről beszél? A Náci Cola Light. Love Parade. És miért Náci Cola? Azért Náci Cola, mert a Fanta volt az, amit a Coca-Cola a náciknak talált ki és gyártott. Az volt a náci részleg, az a Fanta volt, érted? A második világháború? A második világháború előtt. Az olyan régi ital? Ha? Beszarogva az meg. Fanta. A Jaffa meg is Fanta, a Náci Cola, egy szőke kóla, tényleg. A tényleg szőke kóla, tehát az a szabás. De várj, de volt benne koffein? A Jaffa az ugyanennek a zsidó változata, az tulajdonképpen a Fanta elől bujkáltak a gettók mélyén a Jaffa. Rajongók. Na, mindjárt lesz hangom. Már van is hangom. Na, szóval az a Fantának a története, ugye, hogy a Coca-Cola az ugye kereskedelmi embargó, tehát ugye Amerikának kereskedelmi embargója volt a náci Németországgal szemben, de azért ezt, tehát, mert, illetve hát nem szerették egymást. De akkor még nem volt mindegy. Az a lényeg, hogy a Coca-Cola nem szerette volna azt, hogy az olyan nagyon nyilvánvaló legyen, hogy ők bizniszelnek a nácikkal. Ezért létrehoztak egy teljesen új terméket, színben és névben is teljesen mást. Ez volt a Fanta, amelyik arra volt hivatott, hogy úgy lehessen bizniszelni a nácikkal, hogy ne legyen annyira nagyon feltűnő. Mondhatjuk azt, hogy a Fanta a kis babérlevél, amely azt a népirtásban való legalábbis passzív segítséget hirdeti, amelyre Coca-Cola méltó. Hát akkor beszélünk már az IBM-ről, ami sokkal jelentősebb ebben a vonatkozásban, és szintén kereskedtek a nácikkal, viszont lyukkártyás rendszert, ami kifejezetten a gettósítások, meg a megsemmisítések során nagyon hasznos. A számítógépeken lehet, hát ilyen halálgyár szoftvereken, hardware, hát ott még egyben volt. Ugye arról beszélünk, hogy egy csomó... Miféle megsemmisítések? Arról beszélünk, hogy rohadt sok embert... Jürgen Geyernek hívnak. Arról beszélünk, hogy rohadt sok embert kiírni, logisztikailag egy ilyen retteltesen szertágazó feladat, és ők ezt jól, a nácik ezt jól akarták csinálni. De nem szabad kimondani Magyarországon, én megpróbáltam, és a masihisz elnöke, aki most az Orbán tanácsadója jelenleg, tehát az Orbán, az ezzel vásárolja ki magát mindenféle. Most lehet vádaskodni. A masihisz örökös, nyomorult, faszopó elnöke nekem a tanácsadom. Innentől kezdve ki az antiszemita, geci? Szóval én nem, az biztos, de addig jó, amíg nem én mondom meg, hogy ki az antiszemita. Hiszen Zoltai Gusztáv, aki a örökös, komcsi, minden időkben mindig ő volt a magyar zsidók tanárja. Ő volt az, aki azt mondta, hogy megvizsgáljuk a felvételt, és az ügyvédek megvizsgálják a felvételt. Ő ezt mondta. De az sem tudta, miről van szó. Tehát nem azt mondta, hogy így, várjál már fél órát, ha néztem meg a videót, amiről kérdezel. De hogy az ügyvédeik vizsgálják a felvételt. Ez volt az. Tényleg, és megkerestek?
Már téged. Dehogy is. Nem? Dehogy is. Na mindegy. Ha visszatérve az érdekesebb témákra. Néha sokkal érdekesebb az, hogy a Kula Light meg a Kula Zero között mi a különbség? Miért van kettő? És erre mit mond a marketing? Érdekesebb, mint az IBM konkrét ahhoz szerepvállalás. Jó, de a lyukkártyás rendszert már elmagyaráztuk, nem? Mindenki ismeri a lyukkártyákat, mindenki ismeri a lyukkártyákat. Kurvára. Kurva. Na, ki ismeri a lyukkártyákat? Na ugye. Ki nem ismeri a lyukkártyákat? Lyukkártyák, Google keresés, enter. A lyukkártyákra szerintem ez így kiért. Tehát a Google te úgy ismered, hogy beírod a lyukkártyák, és az lyukkártyák, náci IBM, egy Google keresés, enter. Ebben nagyon sok barátot lehet szerezni egy ilyen kereséssel. Lyukkártyák, náci IBM. De szerintem ajánlom. Az első találatok között ott lesz a sztori. Minden informatikus ezt ajánlja. Közvetlenül a Hitler basztam kereső kifejezés után. Hitler basztam az a tökéletes kereső kifejezés ma, hogyha könyvet akarsz eladni, akkor a tökéletes könyv cím az az, hogy Hitler basztam. Ez teljesen egyértelmű. Mert két dologgal lehet ma Magyarországon könyvet eladni. Az egyik az a nácizmus, valamilyen, még akár Afrika Korpsz is, vagy bármi, de hogy így bár ilyen nácikkal, SS-szel, SS külön hadosztálya, külön osztaga, meg a faszom, ezzel lehet, meg a baszás. Pornó, kurvák, ez a két téma. Tőlünk, a Hitler basztam az olyan tökéletesen. Tőlünk mind a két téma mélységesen távol áll. A Hitler basztam című könyv, és az a jó, hogy ez nem Éva. Tehát még az avatatlan olvasó is azonnal tudja, hogy itt nem Éváról van szó, szóval ez valaki más. A Hitler basztam az egy olyan ígéret, amit így legalábbis szerintem az egész könyvpiac ezt keresi. Ez a könyv értékesítés szent grálja. Szóval, hogy miért van lightos kóla és lightos kóla, és cukros kóla. Tehát cukros kólából egyféle van, lightosból kettő. A Coca-Colánál is, meg a Pepsi-nél is, ami állítólag a kettő már egy cég. Ezt így lehet, hogy ez csak egy legenda. Ki hiszi el? Emelje fel a kezét! Ki nem hiszi el? Még nem egy cég. Úgyse tudhatjuk, hogy a... Ezt meg lehet tudni, hogy igazából egy cég vagy nem egy cég? De hogy tudod? Meg. Ez kurva könnyen. Szerintem nem egy cég. Ha szavazom kéne nekem, én is azt mondanám, hogy nem egy cég, de nem néztem így utána. Kérdezz meg Drábik Jánost, ő biztos, hogy elmondja. Egy cég. Drábik János kérdezett. Szakember. Szerintem ő megbízható. Szakember minden ilyen irányú kérdésedben fordul hozzá. Szóval azt, esetleg szóval mi a tippet, hogy miért van kétféle Kula Light? Hogy mérgezzék a népet a zsidók. Jó, ez a Drábik felettesége. Ez nem maga Drábik. Ez a Drábik. Egyébként, amiben meg nincs cukor, abban meg izé van ilyen édesítőszer, ami meg rákkeltő. Igen, aszpartán van, de aszpartán. Mind a négy félében az van, bazd meg. A cukrosban is van aszpartán? Nem. A lightosban is, meg a maxosban is, meg a zérósban is, meg a másik lightosban is van. Mind a négyben aszpartán van. Lehet, hogy különböző a nézők, bár nem hiszem, hogy van itt köztetek olyan, aki meg tud különböztetni kétféle lightot egymástól, bazd meg, hogy ez az a light, az meg a másik. De lehet, hogy van. Tudjátok, hogy mit fognak mondani, hogy miért? A marketingesek meg kell egy a srácoknak, meg kell egy a csajoknak. A light az buzis. Ők a srácok? Ők a srácok. A light az buzis, az csajoknak való. Te nem vagy lightos. Nem érsz te kevesebbet. Miért iszol lightot? Így áll maxot. Az immigránc együttes. Maxot! Pepsi Max! Maximum íz, jó cukor. Mert a maximum ízre szavazol. És a másik... Halló, a zéro az a kókiknek van. A zéro az meg azoknak, akik nem hajlandóak, ők zéro tolerancia, tehát hogy ők kurva kemények. Ők bazdmeg, zéro bazdmeg. Ők a jobb. Zéro, ők kizárják, nem, ők nem visznek be cukrot, de ők nem azok, akik a lightos kullát kérik, hanem a zéro bazdmeg. Baszom, nem lightos, zéro van bazdmeg. Mind a kettő, egy olyan, amivel a férfi ki tudja magát fejezni, ilyen lájtosat kérek, érted? Az volt zseniális egyébként. De valójában, várjál, de milyen hely és milyen tér nyílik meg a cukrosnak? A cukros az bazd meg a 3x kromoszóma, vagy az hogy van? Vagy 3y, vagy a cukros az melyik és milyen a rumos? Ahhoz milyen férfias tartozik? Hogyha a Maxnál, meg a Zero-nál így előjük ezeket az összes tesztoszteront a picsába.
Akkor mi lesz, amikor az meg cukor van benne? Akkor Hulk vagy, és lebontasz egy város? És hogyha rum is kerül bele, akkor mi történik, bazd meg? Akkor mi? Akkor megbaszod a vulkán? Vagy mi? De a Hulk mit baszik meg? Mert ilyen nő nincs, nem a Holdat, azt így le akarja baszni, de nem éri el. Az a legfrusztrálóbb, most képzeld el! Keci nagy vagy, így bármit nagyon tapasod, és ott van fönn az a szar, és így nem tudod lebaszni onnan. És így ugrálsz, de kibaszott frusztrál, az egyetlen dolog, amit így nem tudsz. És így halálosan dühös vagy, így nem tudod, hogy miért, szétbasz az ideg, szétbaszok még egy város, de így nem tudod, hogy így igazából mire vagy dühös, igazából valaki fölébredt, vagy valami átalakult, amiről te nem is tudsz. Egyszerűen csak kurva frusztrált vagy, és basznál szét, és a Holdat csak nem tudod lebaszni. És ez az összes, és ami meg még van, mert hogy így nincs semmi rajtad kívül, az a vulkán, az a föld anya, amit Hulk megbaszhat. Hát Hulk közösülhet a földdel, mert az, ami ott bent, tudod, olyan finom, nedves, meleg, az Hulknak pont kellemes, nekünk forró lenne. Tehát ő Hulk. De Robi, és te most melyik kólát ittad? És miért? Talán ez az adekvátabb kérdés. Azt akartam csak elmondani, kurvára nem fogod. Ketté új, lenni veletek, rohadjatok meg. Fam, kérlek folytasd, engem tisztelsz meg, hogyha félbe szakítasz. Na, beszéljünk a pénzről. Így van, a sokkal jobb téma. Ezt egy kifejezetten rászaptuk. Pénz? Abszolút. Mióta? Abszolút. Mit tudsz, amit én nem? Melyik kurva Mészáros Lőrinces beszélgetésen van meg neked telefonon? Hulkot nem érdekli a pénz. Ő nem korrupt. De így lerakhatod elé a pénz. Látom, csak visszatértünk a kólához. A Robi tényleg sikerült beregre szállni egy ilyen 7,5 éves morcos korában. Akkor mit tudom, nem kapta meg a távirányítót. De úgy, hogy tisztel Hulkban, hogy nem korrupt, nem lehet lefizetni. De én egyébként... Abban maximum nőket lehetne ráereszteni, amiben így le lehetne ütni. Egyébként tudod, így akkora nő. Tudod, még ki ilyen kérlelhetetlen? Az a csöcsöm, hogy lefossa az arcodat. Ő vele is azonosulhatsz. Tehát ő vele is benne van az a tökéletes pánkos attitűd. Flóra lányom az egyszer úgy fosott, amikor ilyen pelenkázás előtt, tehát volt olyan, mint a 3-4 hónapos, hogy így a akkori feleségemnek ilyen belefosott a zsebébe. Ilyen szabályosan, egy beszarás, én még ilyet nem láttam. Jó, hát valószínűleg ezt haza is viheti. Hát akkor otthon történt. Muszáj a témánál maradunk, mert én egyszer... A pénzről. Én egyszer egy ismerősemnek voltam a ilyen lakásavatóján. És hát rettetesen berúgtam, és elkezdtem hányni az orromon. De mivel én csak bort ittam, ezért így folyamatosan folyt ki az orromból. A vörös bor volt? Fehér. Teljesen diszkrét volt az egész dolog. És közben próbáltam abszolválni a következő tartalékot. Tehát úgy éreztem magam, nem mint egy centipedet, de azért mégis mint egy perpétum mobile. Tehát, hogy így folyamatosan láttam a dolgok áramlását magam körül. Az már kicsit kellemetlenebb volt, amikor reggel felébresztett az egyik haverom, hogy ő egész egyszerűen nem akar velem többet szóba állni, és nem is igazán érti. És én kérdeztem, hogy mi az, hogy tegnap ittam, és hányta mondta, hogy nem erről beszélt. És akkor így mondta, hogy úristen, mi történt? Mondta, hogy az történt, hogy éjjel, te lefeküdtél, egyszer aludtél, aztán felkeltél. Kimentél, és a házigazda lánya épp játszott a zongorán, hogy belül így felkelt, és így valamilyen darabot prezentált így a helyi kis társaságnak. Te őt egy picit finom mozdulatokkal arrébb tessékelted, majd beleugyoztál a zongorába. És így ott, hogy ez! A zongorában, ami ki volt a zongorában, ha egy szintetizátor, tehát ő azt így ízé. És mondta, hogy én így ezt tettem hozzá a bulihoz a nap egy pontján, és kurvára nem rém lett. Irodatlan biztos voltam benne, hogy a szivatás. Tehát mondtam, hogy ha-ha-ha, és mondtam, hogy gyere velem. És elmentünk, elvittük a drága szintit a fürdőkádig, és megfordítottuk, és 4 liter húgy ömlőd belőle. Akkor sem ugrott be semmi a történetről, csak gondoltam, akkor hozzáteszem ez a szép estéhez.
Jó. Nekem egyszer egy haverom egy buliba a hangfalba, kurva nagy hangfal, és akkor oda belehányt. És tudod, az így rezeg, és vissza jött rá az egész. Várjál, de akkor a hányás az ilyen plazma állapotba kerül, hát azt tudod, azon a rezgésen, így a víz is így összeáll, ilyen tök másképp viselkedik, mint a rendes gravitációs térben. Tehát, hogyha a basszusba tényleg belefolyadsz vizet, az higanymódra kezd el viselkedni a rezgés hatására. És hányás gömböcskék lehet. Igen, pont ezt mondom, hogy az a csodás plazma, hányás plazma. Olyan, amit így elméletileg csak a súlytalanságban lehet így előállítani. Azt árulja nekem valaki, hogy miért van minden hányásban répa, akkor is, ha az ember nem evett sárga répát. Ez egy legenda. Szerintem... Hét hánytál. Azt kell kurtatáljunk. Igen, és büszkén. És egyébként ezzel a haverommal történt meg, hogy kiesett a fogsora a buliba, mert egyébként egy ilyen kóker fogorvos csinálta meg a fogát, féláron az anyja szerezte neki, hogy tud egy olyat, aki féláron megcsinálja, kiderült, hogy nem volt fogorvosi diploma a csávónak, csak örökölt valahonnan ilyen fogorvosi berendezést, és akkor lerecelte a fogait, fölragasztotta, és akkor kijött, a buliba kijött. Akkor történt, és először volt egy darabokba, akkor történt, hogy csókolózott a csajjal, és benne maradt a csaj szájába a foga. És tényleg megtörtént, na mindegy, ebben a hányós buliba volt az, hogy kiesett a foga, és akkor bazd meg kereste hajnalba, hogy hol a faszomba van bazd meg, és akkor megtalálta, és beillesztette, és nem az övé volt. Jó, hát akkor muszáj elmesélnem azt a történetet, amikor boldogult... A pénzről mikor beszélünk? Mindjárt. A filozófia. A boldogult... Ez egy értelmiségi este. Látom, hogy ez a három intellektuál itt. Boldogult kamaszkorom végén úgy gondoltam, hogy a szexuális kultúrámat kimaxolom. Tehát olyan dolgokat olvastam, hogy megőrülsz, és az egyik ilyen technika az volt, akkor jártam egy csajjal, és gondoltam, ezt azonnal ki is próbálom, hogy szívni kell a lánynak a nyelvét smárolás közben. És így elkezdtünk smárolni, és így szívtam, és így egy ideig ilyen óriási elégedett ilyen nyugdíjszerűségeket. Még nem a nyelve benne maradt. Majd egyszer csak hirtelen így a nyelve sokkal beljebb volt a számban, mint gondoltam. És így kurvára más hangokat kezdtem el hallani, és el kellett mennünk baszki a Szent János a Szent Jánosba el kellett mennünk azonnal. Mert van ez a kis izom, ami védi a nyelvet, és azt elvágta a fogával, az, hogy én szívtam, és a lánynak így elvágott, és beleesett a nyelve majdnem a számba. Az egész nyelve nyilván nem, de kurva nagy baja volt. A torkodban lement volna a nyelve, és belefulladt. Rögtön azon fulladt. Így együtt fulladtok meg, bazd. Magyarország. Tökéletes csók. Tényleg, pontosan, de ez gyönyörű, tehát ez poétika, költészet, a romantika. Magamban akarnak fogadni, kész. Látjátok, lányok? Romantikus férfiak beszélgetnek. Jó velük, kurva jók vagyunk az ágyban, ez ebből is látszik. Úristen, kurva ijesztő sztori volt. Szóval, hogy a famnak vannak olyan szorongásai, hogy itt csak a pénz számít, hogy csak a pénz van. Ez nem szorongás, ez filozófia. Jó, filozófia. Ha így van, ha valóban csak a pénz van, és csak a pénz számít, és csak a pénz az, ami csak is értéket ad, és csak az van. Egyedül és abszolút meg. Akkor hogyha ez így van, akkor te kurva szerencsés vagy, mert a világ 15 leggazdagabb országa közül, vagy régiója közül, tehát ha mondjuk így leosztjuk 15 leggazdagabb százalékú emberek közül, vagy az egyik. Érted? Tehát a felső 15%-hoz tartozol. Ja. És kurvára örülhetsz neki, de te ezt önsajnálattól teljesen adod elő, hogy csak a pénz, csak azoknak számít, mert itt látsz magad körül olyanokat, akik jó, mondjuk az egyik az így elvette a feleségedet meg a lányodat, de itt látsz magad körül olyanokat, akik gazdagabbak, mint te. Gazdagabbak. Ja, az egyik geci például a Farkasréti temető mellett lakik Budán, bazd meg.
Egy valami a lényeg, hogy amikor, afrikai menekültáborokat látsz, akkor fordítsd el a fejed. Fordítsd a fejed az ébét felé, bazd meg! Faszom, attól leszek legelészél, bazd meg! Hát egy ebéd közben nézem, mert megjön az étvágy. Hát az éhezéstől jön meg az étvágy. Egyszer kitaláltam egy olyan reklámot, bazd meg, hogy ilyen konzervreklám, és ilyen koncentrációs tábor, meg hadifogoly, és hozzájutnak bazd meg remegő kézzel a konzervhez, de már ilyen kémberedett ujjakkal, érted, és ott falják, és milyen kurva jó étvágya lehet, érted, utána az embernek, bazd meg, úgy forgatnék egy ilyen konzervrendben filmet. Ez akkor volt, amikor a Bauxit haverommal elhatároztuk, hogy csinálunk bazd meg egy ilyen olyan blogot, csak sajnos nem, utána mégis más dolgokkal kezdtünk el foglalkozni, kognitív nyelvészettel és egyéb farságokkal, hogy ilyen hajléktalan, tehát ilyen kannás borokhoz milyen konzerv való. És akkor ilyen, milyen a szamata, a mellékíz, milyen típusú tartósítószer, melyik kannásborhoz, melyik kannásbornak ajánljuk. Egyik szilveszterkor megcsináltam azt, hogy jó, a szilveszterek azok ilyen borzalmasak voltak, mert akkor azt éreztem, hogy valamit be kell pótolnom proliságból, amit az évközben elmulasztottam. Ez egyik ilyen szilveszter volt, amikor tegnap hagyat homlok voltam neki hajnali 4-kor, így beszabadultam valamelyik ilyen házi buliba, amelyik még itt tartott, és egyből bementem a konyhába, de azonnal, de soha életemben nem jártam még ott. És azonnal beszabadultam a konyhába, és egyből téptem fel a hűtőszekrényt, és álltam neki főzni. De a házi buliba, tehát, hogy így egyenesen. Valamit így kompasszottam is. Haverjaim most mondták rólad, hogy szilveszterkor a Trencsényivel bazd meg beszabadultál hozzájuk, és a Trencsényi bazd meg még a virsliket szedte ki a hűtőből, és tette zsebre. Ilyát nem vittetek, de bazd meg, megszopáltátok a háziaknak a fiáját. Főzabáltátok. Jó, a háziak fél tizenkettőkor véget ér. Szilveszteri buli? Az milyen buli, bazd meg? Mi fél tizenkettőkor úgy döntünk, hogy inkább elmegyünk bazd meg szembe a valamelyik ilyen faszom romkocsmába átmegyünk. Így milyen mielőtt éjfél lenne, no, nem már. Vagyunk már azt a bulit, hogy azt emlegetett föl. A lényeg az, hogy megcsináltam. A virslik a zsebbe. Hát az elején voltam, bazd meg, a kis Trencsényi miatt hallgassak, bazd meg! Hát a te sameszod volt, bazd meg. Hát együtt mentetek oda. Na, és de nagyon jó, ez a legaljasabb áru kapcsolás. Persze, hogy az. Hát bazd meg, hát publicisták vagyunk. Na, no, főztél, azt mondjad. Az a lényeg, hogy ott volt kint a valami kibaszott drága portói, vagy valami ilyesmi. De már nem is emlékszem igazából, hogy így összeöntöttem. Nem, csak így kijöntött, így azonnal kinyitottam, bazd meg. De ilyen diszpia. Így azonnal kinyitottam, így öntöttem, és így ilyen kólával öntöttem föl, Coca-Colával, és így kóstoltam, és így nagyon jól kihozza. De akkor egy a házigazda kurva ideges lett, azután ki is baszott gyakorlatilag. De a fellépés, tehát akkor még nem voltam Puzsér, csak érted, bazd meg, így olyan voltam, mint az izé. Tehát nem az volt, hogy bejött a Puzsér, mert az úgy na, egész más, bazd meg. Bejött egy büdös paraszt az utcáról, érted? Fölképte az ajtót a gecibe, és ahogy benn volt, rögtön a hűtőszekrény, így rakta ki az izé dolgokat, hogy ő a mesterséf. Már rakja össze, bazd meg, hogy milyen kaját, és közben, bazd meg, így kinyitja a tíz helyen a piát, bazd meg, összeönti a portóit összeönti a kólával, és ciberét csinál belőle, bazd meg. Robi, te világéletedben proli voltál. Ezért prolizol egyfolytában. Az igazság. Tudod, a hétmesterről kiparasztozik ott legjobban a fiatal srác, bazd meg, és akkor megkérdezi tőle ez a kopasz, hogy ugye te paraszt vagy? Azért utálod őket ennyire? Na, itt van testvér. Miért utálom a bandésiket ennyire vajon? És így tovább. Nem, azért, mert a 90-es években még én is. Egy követ fújtam velük. Leszavaztál. Igen, a 90-ben.
Mert akkor mindenki arra, utána az SZDSZ-re, mert mindenki arra. Nem, van, nem az MSZP-re mindenki akkor már. Hát a szadeszre az... Na jó, a lényeg a pénzzel kapcsolatban, hogy az a félelme a FAM-nak, nem, hogy csak a pénz számít, csak a pénz számít. Tudományos tézis. Tudományos tézis. Tudományos, bazd meg, ez tapasztalat. Mondok egy példát, érted? Tudod? A saját életi kurva nagy szellemi közeget láttam, érted? És pénznél sose volt szellemi közeg, bazd meg. Soha. Egy-két barátom kivételben. Tudod? Ez a Amerika, egyébként Amerika a legtisztább példája. Minden lehetsz. Bármit mondhatsz, ott minden. Tényleg, ott nem perelnek be. Holokauszt tagadásért, magát ember. De azért a Tennessee Williams meg Bob Dylan azok azért elég nagy művészek voltak, nem? Mindent mondhatsz, de a suskát perkált le. Érted? Lehetsz te bármi, bazd meg. Mormon, náci, ortodox zsidó, bazd meg, eszkimó, indián törzsfőnök, ős magyar, bármi, bazd meg, de a suskát perkált le. Ez a lényeg. Érted? És valahol ez tisztán kifejezi egyébként azt, ami az egész kultúránkban van. Tehát amikor jönnek, bazd meg, hogy szellemi, különböző ilyen körök, szellemi, megvilágosodás, spiritualitás, Isten, ezért, a lóvét, öreg, a lóvét. Tehát ugye érdekes megnézni, hogy változik meg ilyenkor azoknak az embereknek az arca. Én most nem a izére gondolok, hogy templomi adománygyűjtésre, meg egyebekre, hanem ezeknek az embereknek a hozzáállása, amikor hát azért a pénzt elteszi. Hát azért az nagyon fontos. Beszél a izéről, a sámánizmusról, meg a Jungi pszichológiáról, meg a Buddháról, meg bármiről, de aztán végig elteszi a pénzt. De mi is eltesszük a pénzt. De legalább mi nem vagyunk képmutató. Én legalább elmondom, hogy igen, pénzért bármit. De ez nem igaz, hogy bármit. De egyébként tudod, hogy mi az igazság? Hogy még ez se igaz. Mert úgy így elgondolkodtam ilyen nagyon őszintén, hogy itt tényleg úgy van, hogy tényleg nincs az a pénz, amiért én így elmennék egy reklámba, vagy meg is a mosópor mellé odaállnék, hogy ezt vegyem. És így tényleg igazán föltettem a kérdést. Igazán föltettem, és az az igazság, hogy nem igaz, egy bizonyos szint fölött már elmennék, de utána annak a pénznek a 80%-a rámenne arra, hogy helyre rakjam magamban, bazd meg, hogy ez ehhez nekem jogom volt, hogy ezt megcsináljam. Mondjuk így oda kéne adnom, bazd meg, ilyen 80%-ot, és akkor még annyi kéne, hogy már ez piacidegen. Ennyit nem ér az én ajánlásom, bazd meg, egy mosóportnak. Hát ez a lényeg. Itt nem is arról van szó, bazd meg, hogy kiárulod-e magad. Mert hogyha én, bazd meg, kiárulom magam ennyiért, utána mondjuk a 80%-át odaadom, bazd meg, a rákkutatásra, mert én mondjuk abban hiszek, hogy az a jó, az és más. Aztán... Az más. Várjál, de a 20%-ot viszont meg megtartom, és abból veszek egy családi házat. Arra mondjuk azt mondom, hogy lehet, hogy ilyen körülmények között azt mondanám, hogy bazd meg, így ha ennyit ér, de ennyit a piacon nem ér is, akkor így aztán nincs is ez a dilemma is kész. De nem igaz, hogy nekem ilyen módon nincsen áram. Mert bazd meg, ha az lenne, hogy én tényleg bazd meg pár százmilliót be tudok rakni a nemzetközi rákkutatásba, akkor lehet, hogy beleraknám, mert bazd meg, ott látom azt, hogy így közel van az áttörés. Engem kibaszottul felborít az a rohadt elitista, világtól kurvára elrugaszkodott kérdésfelvetés, amiben ez az egész megjelent. Tehát ez csak kibaszottul narcisztikus beképzelt, és nagyon nem ebben élő, nem Magyarországon élő emberek sajátja lehet ez a felvetés, hogy pénzért mit vagy mit nem. Jelenleg én nem nagyon azt látom, hogy ez a probléma, hogy ki mennyiért prostituálja magát. Én azt látom, hogy kurva túlkínálat van. Mondok egy példát, amikor a Mike's Apartment az egy pornóblog, arról szól, hogy a srác kiveszi albérletet, és lányokat dug meg az albérlet cserébe. Ezt Amerikában kezdték el csinálni, és nagyon hamar áthozták Magyarországra. És ez annak volt köszönhető, hogy Amerikában standarden egy utcáról leszólított albérletet kereső lány, egy utcáról beesett albérletet kereső lány, ilyen 300-350 dollárért vállalt egy baszást. Tehát kb. Ennyi értéket kellett rakni. Amikor elkezdte a Mike's Apartment Magyarországról felvenni a műsorait, akkor hirtelen 100 dollárok már elegek voltak a dologhoz. Ami szerintem tök fontos, és ez keresletkínálat, tehát ez önértékelésről is szól. Szegény ország. Csak azt akarom mondani, igen, csak a Pina minden, tehát az a Pina minden ugyanannyit ér. Na minden. Szóval, csak azt akarom mondani, hogy baromira nem az a kérdés ma. Hogy miért van az, hogy van az, és milyen körülmények között korumpálhatnám magam, hanem egyáltalán hogyan kerülhetnék olyan élethelyzetek közé, amivel fent tudom tartani magam. Szerintem ez a generáció problémája. Szerintem ez történik most velünk. Most nem az a kérdés, hogy hogyan
Milyen lelki törések mellett állhatnék én a mosópor mellé, hogy ezt így fel tudjam dolgozni? Hanem az a kérdés, bassz meg, hogy a faszban lesz pénzem venni mosóport. Az az igazság, én ezt látom, én ebben az országban élek, én ezeket a kérdéseket látom, a pénzzel kapcsolatos helyzetünk egyre... Na várjál, na, soha na, ez egy jó kérdés, soha na, ez egy jó, még na, ez egy jó, várjál, ez egy jó felvetés, ez egy erős és érdekes felvetés. Hogyha tényleg ekkora a baj, hogyha tényleg ennyire rossz a helyzet, hogyha nekem mondjuk így ilyen szinten rossz a helyzetem, ha úgy vetődik fel, hogy egyáltalán tudok-e venni mosóport, vagy nem tudok venni mosóport, ha ennyire kiszolgáltatott a helyzetem, akkor én biztos vagyok benne, hogy a feleségem elmegy dolgozni, búcsú. Ezt tudom mondani. Akkor biztos vagyok benne. Hát a tiéd biztos el is megy. De a tiéd nem megy el. Tehát, hogy így ez is hozzátartozik ez a dologhoz, hogyha ezt ilyen személyessé tettük, hogy így van-e pénz mosóporra vagy sem, hogyha nem az a probléma, hogy jaj, van-e pénz mosóporra vagy sem, hanem mondjuk az a probléma, az a felvetés, hogy jut-e egyáltalán mosóporra, nem pedig a mosópor mellé odaállni pénzért. Ha ilyen felvetéseink vannak, akkor lehetséges, hogy akkora a szükség, hogyha nem a mosóporok közül kell választani, hanem a mosópor vagy nem mosópor közül kell választani, akkor lehet, hogy akkora a szükség, hogy mondjuk van egy feleségem, egyháztartásban elmegy dolgozni, nem? Kedves Robi, ez is a mi személyes kis pitiáner szarakodásunk egymáshoz, szerintem kurvára nem érdekes. Megkezdtem. Én a személyesé annyiban tettem a dolgot, hogy szerintem az élethelyzetet, amiben az emberek vannak, nem az én élethelyzetemről beszéltem, bár egyébként bizonyos szempontból arra is igaz, hanem a körülöttem lévő, az általam ismert... Te ebben az országban élsz. Én is ebben az országban élek. Csak, bocsáss meg, csak én azt gondolom, hogy az a világ, amit én látok, az a Magyarország, amit én látok, annak nem a korrupció, nem a farkas sötét temető. Nem a maguk korrupálása a kérdés, a pénz kapcsán. Elsősorban szerintem van egy ennél sokkal égető. De ez a plebejus arrogancia. Ez a izé. Nem ilyenek ezek a problémák. Nem itt kezdődnek a problémák. Nem, Robi. Én szeretnék egyébként egy olyan arrogantikus országba élni, vagy ez nem arrogancia, hogy nem pénzért aljasodunk el, hanem mondjuk az elaljasodás ízért. Tehát ez értitek? Önmagáért, sőt, fizetek érte, hogy elaljasodhassak. Az olyan penetránsan arisztokratikus, kifinomult, szofisztikált. De én egy ilyen országot szeretnék, egy ilyet, ami nem a pénzről szól, tisztán az elaljasodás mágiájáról és élvezetéről. De ez azért... Annyira nem vagy korrupt, hogy az isteni. De az a szép, amit a fa mond, hogy ez bár távolinak és viccesnek tűnik, konkrétan egy ilyen kormányzat alatt ülünk. Tehát én nagyon sokszor látom... Azért pénzet sem. Van az a nagyon sok, hogy már meg se számolja van. Szóval én nagyon sokszor látom a kormányzat aktuális cselekedeteik kapcsán azt, hogy itt már a felhajtóerő nem valami önös érdek. Én nagyon sokszor látom az Orbánon azt, hogy ezt most csak azért csinálom meg. Mert kecsire élvezett. Tehát, hogy konkrétan Azerbajdzsán, értem én, hogy pénzt akartunk tőlük, de szerintem azt azért annyira nem hülyék a srácok, azt nem gondolták komolyan, hogy kapunk is pénzt. Tehát azt szerintem elég nyilvánvaló, hogy szerintem ezt nem azért lépték meg, hogy hát, ha kapunk pénzt, hanem azért adták vissza a baltásgyilkos, mert az Orbán kurvára élvezte ezt a fami állapotot, hogy figyeljetek, itt van az egész liberális értelmiség a nyakamon, ha én most megcsinálom azt, hogy visszaadok egy baltárgyilkost az azerieknek, ezek alatt ki fognak ugrani, bazd meg a képernyőről. És az olyan ezek magukban fognak pörögni, hallod, és én ezt most meg fogom tenni. És kurva jó lesz nézni. Ezer szerint igaz az emlékműre a klasszikus, egyébként. Sokszorosan igaz az emlékműre. Ez egyébként még mindig proliság. Tehát a klasszikus műveltségű ember Néróhoz és Kaligulához nyúl vissza. Tehát azért mégiscsak az antik világ volt az, ami kettő kurva valahol a civilizációt értitek. Tehát ilyen magas szinten űzték ezt a dolgot. Mikor Caligula például aranyban hentergetőzött, tehát ilyen fürdött benne. Akkor gondolt egy olyat, hogy... De az miért jó? Tehát ha... És utána meg így bele. Egyébként volt neki egy ilyen teréfája, hogy teljesen megcsinált egy ilyen nagy ilyen lakomára hívott mindenkit, és ilyen életűre csinált
festett kövekből ilyen gyümölcsös ízét. És ő valódi gyümölcsöt elvett, és akkor azon röhögött, hogy ott a szenátoroknak kitört a fogal, meg tudtam. De a Caligulának ennek ennél sokkal nagyobb poénjai voltak. Hát a lova, hát a lovát, az hagyjuk, de a kedvencem az az volt, amikor fogta és a római légiót, az ilyen kurva nagy elit légiót, azt kivezényelte a tenger ellen, mert neki Poseidonnal volt lejátszani valója, és az meg a kurva nagy elit légiónak meg kellett menni, és karddal kellett meg, dárdával kellett csapkodni az meg a tenger. Ez már szerkész, mert ez már szerkész, amikor a hajóvadát Xerxésznek a tenger, a vihar, így elsüllyesztette, akkor bosszúból... Ezer korbácsütésre itt érte a tenger. És meg is korbácsoltatta a tenger. Nem bizony, mint a szart. Na, csak azt akartam elmondani, hogy nem csak, hogy ezt csináltatta meg velük, hanem utána a hadizsákmányt az be kellett mutatni Róma főterén, amilyen kagylók voltak. Át kell vonulni a diadal alatt, a hadisarccal. 50 tonna kagylóval, meg így két polipkal. Tenger gyümölcsei. Pontosan egy marinára pizzával vonulni. Tényleg olaszos. És ezek után leszedette az összes tengeristen ábrázolást, és az ő fejét rakatta helyére, mert azt mondta, hogy ő mint Isten legyőzött egy másik Istent. Ez egy dunk. Tehát ez megtörtént, kész, baszd meg. Heliogabal meg azt csinálta rövid ideig, ilyen tizenvalahány évesen, tehát egy fiatal római császár volt, az is egy Caligula-szerű volt, csak később él. És ő például, hogyha őt meg akarják ölni, ezért ilyen márványoszlopot, ilyen márvány tornyot emeltetett magának, és márványal, hogy oda fog fölmászni, és leveti magát, hogy a márványon csattanjon szét a feje, ne hitvány ilyen porkezek végezzenek vele, nem jutott el bazd meg az oszlopig, levágta a gárda a fejét, és bedobták egy kloákába. Na, de viszont ő megcsinálta, hogy adóba egymázsa pókhálót összegyűjtettetett. Egymázsa pókháló, és gyönyörködött benne. Az egész birodalom összeszörgetében vitték a pókhálókat, és egymázsa pókháló az meg. Na, ez nem a pénzről szól. Tehát ez egy tiszta világ, ez egy idealisztikus, értitek? Kifinomult és idealisztikus. Ez nem a pénzről szól, nem holmi prostitúció, elaljasodás, értitek? Más. Magasabb rendű, eszményi kultúra, így van, pontosan. Ezek nagy eszmények vannak, de a korrupciómentes az egész világa, az tény. Álmodozunk csak erről, érted? Na, tényleg minden a pénzről szól. Nem, de én meg azt gondolom, hogy a pénz az csak bizonyos szint alatt számít. Tehát van egy bizonyos szint, az a bőven polgári szint, ami arról szól, hogy nem fázol, nem vagy éhes, nem van száraz, mondjuk nem ázik be az otthonod, van tiszta víz, meg meleg víz, mondjuk ezek, és így körülbelül ennyi. És tudsz enni. Ha ezek megvannak, ha ezek nincsenek meg, akkor gyomor van. Akkor kurva sokat számít, hogy van-e vagy nincs. Viszont e fölött már csak rajta múlik. Az egy teljesen más meccs, ami e fölött van. Van mosópor is benne. De így igazából onnantól így van egy változás. Amikor kilépünk a szegénység köréből, onnantól kezdve meg csak az attitűdödön múlik, csak a hozzáállásodon múlik azon, hogy te megelégszel-e azzal, ami van, vagy pedig így többet és többet akarsz. Robi, de így sose lesz elég. Azért tévedsz, mert a pénz több, mint pénz. Az nem csak arról szól, hogy hát a másikhoz képest a helyzet eljelöli. A státusz. Na jó, de hát ezt kell elfelejteni, ami csak ez a hazugság. Hát nehogy el, mi a régi kuplét van ismered? Jaj, tudod, kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, hát lőnye magát főre. De ez nem igaz. Ez nincs így. Az igazság, hogy éppen hogy az ellenkezője igaz. Pénzen a legfontosabb dolgokat az életben nem tudod pénzen megvenni. Agydaganatod van, bazd meg, nem tudod kivásárolni magad, nincs az a pénz. Tehát így lehet egy országod, bazd meg, akármit lehet, és nem tudod. Ha meghalt a szerelmed, vagy meghalt az anyád, azt te nem tudod visszavásárolni, nincs az a pénz, bazd meg. A legfontosabb dolgok az életben, minden, ami fontos, az egészség.
az emberi kapcsolatok, ezek pénzen nem megválthatóak. Sőt, ezek a pénz ellenében léteznek. A pénz mellett, és semmi közük a pénzhez. Ezek a legalapvetőbb és legfontosabb dolgok. Ez az a világ, ahova a pénz nem tud behatolni. És e fölött, ami már egy teljes élet, e fölött erre rétegződik rá az összes többi. Az olyanok, mint a te státuszod, amit kifejezel azzal, hogy te neked mennyi pénzed van, ami semmi másról nem szól, mint hogy belül eléggé biztos vagy-e magadban ahhoz, hogy kívülről annak a világnak a vonzása, ami mondjuk egy autó, vagy egy másik autó, vagy egy jobb autó, vagy egy szebb ruha, az téged bazd meg így elbizonytalanít önmagadban, de ez a saját meccsed, amit nem játszottál le magaddal. Kihelyezzük magunkat. Pénzzel helyre se tudod hozni. Robi, kihelyezzük magunkat tárgyakba. És a pénz azokra a tárgyakra kell, amiben kihelyezzük magunkat. De én is hittem, hogy vagyok, na várjál. De kétféleképpen lehet kihelyezni magad a tárgyakba. Kihelyezheted magad úgy tárgyakba, ha mondjuk autót akarsz venni. Akarsz venni egy autót. Kihelyezheted magad úgy tárgyakba, például, hogy én nekem a legdrágább és legjobb autó kell. Mert vagy legalábbis az öt legdrágábbból az egyik, hogy kifejezzem magam, hogy én nyertes vagyok. Így is kifejezheted magad. Ez egy kód erre, hogy kifejezd. De kifejezheted magad úgy is, mondjuk, szerintem az a ízé normálisabb, hogy én ha autót veszek, akkor az három ajtós lesz, ha nincs családom. Ha van családom, akkor négy ajtós lesz, és rendes szedán. Nem veszek automata sebb váltós autót, mert az a izé mocskos amerikaiaknak a izé világa, és én nem akarom, hogy helyettem izé váltson az autó. Várjál, mondom, de bárki kitalálhatja magát ilyen módon, szembe a piaccal, bazd meg. Tehát így nem feltétlenül arról van szó, hogy a drágábbal akarom kifejezni magad. Én például úgy fejezem ki magam, hogy szerintem az autó színe fehér vagy fekete. És én nem fogok venni egy piros autót, ha csak nem Ferrari-t. De nem fogok Ferrari-t venni, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy vagy fekete, vagy fehér autót veszek, mert ezzel fejezem ki magam. De ez nem kerül több pénzbe, és ugyanúgy kifejezed vele magad, mint ahogy kifejezheted magad azzal, hogy veszel egy Lamborghini-t, vagy kifejezheted magad azzal, hogy veszel egy BMW-t, vagy csak veszel, vagy csak egy Mercedes-t veszel magadnak, egy Porsche-t. Ne arra mondjatok. Jó, de több mindegy, hogy lehet helyettesíteni bármivel. Ez már megint a szociális önsajnálat körénél tartunk. Nem az önsajnálat körénél, csak örülök, hogy megismerhettük egy norvég középosztálybeli embernek a napi problémáit, hogy ez milyen lehet. De szeretném elmondani, hogy milyen azoknak az életek, akik maguk fizetik a saját csekkeit. Szóval... Jó, szóval, az azért nyilvánvaló, hogy azok az adósság csapdák, azok az élethelyzetek, amikben az emberek vannak, azok elsősorban, van egy óriási pofátlan hazugság, amivel telehazudták az embereknek az életét, és ez a következő. Hogy az a devizaválság, ami bekövetkezett, az elsősorban azoknak köszönhető, akik felelőtlenül elbaszták a pénzüket. Tehát, hogy olyan emberekről beszélünk, olyan emberek a hibásak, akik éltek egy kibaszott szobakonyhás lakásba, kurvára elegük volt, és úgy próbálták pozícionálni magukat, úgy próbálták a státuszukat felmutatni, hogy vettek egy plazma tévét, vagy elmentek a kibaszott Maldív-szigetekre nyaralni, bár ez nem fért volna bele. Nekik köszönhetjük a válságot, illetve annak, hogy a fogyasztói kultusz túlzottan el lett nekik adva, és ennek nem bírtak ellenállni, még akkor is, amikor ezt nem engedhették meg maguknak. Ez a szöveg, ez az üzenet, hogy ennek köszönhetjük, hogy ti felelőtlen sudribunkók, igazán megnézhetnétek volna azt a hitelszerződést? Hát rá volt írva arra a papírra, hogy neked nem fér bele egy ilyen az életet. Tudod, az az igazság. Hogy a gondolja felettek a felénél saját. Jó, tehát a második fele az az lenne, hogy nem ez az igazság, majd aztán vitatkozz vele, tudod, hogy... Én örülök, mert addig se kell dolgoznom. Szóval, az az igazság, hogy a maga az egész hitelválság, illetve most az a tragédia, amiben vagyunk, az a következőképpen zajlott. Úgy zajlott, hogy volt, hogy az a működés, ami akkor egyébként főleg a céges szektorról beszélünk, a cégeknél a beálló kis apró átmeneti hiátusokat a hitel vitte tovább. Például, mondok egy kurva egyszerű példát. Van egy szolgáltatásod, például
felemás zoknikat árulsz. Ez Amerikában kurvára megy, most nem akarok belemenni, hogy miért hülyék, de mindegy. Rohadtul megy, de beszarik a felemás zokni testű géped, akkor hitelből veszel, mert hogy termelőeszközt veszel, ami pénzt termel. És megéri ebbe befektetned, nem arról van szó, hogy kiveszed a cég összes pénzét, és elmész és elkurvázod, hanem arról beszélünk, hogy termelőeszközbe fektetted a hitelből származó tőkédet. Hiszen ez több tőkét fog neked generálni. Mindjárt befejezem, Robi kivírod. Szóval, és egyszer csak az történt, hogy ezek a lépések, ezek olyan szinten egyre mélyebb és mélyebb élethelyzetek közé vetettek nem egy, nem két, hanem sok ezer családot, aminek az lett a konkrét vége, hogy ma az emberek nagy része, vagy jelentős része nem azért dolgozik, hogy fogyasztói státuszban ellen tudja definiálni magát, hanem azért dolgozik, mert ez az egyetlen egy módja annak, hogy az az életmód spirál, amiben az örökös rabszolgaság, amiben bekerült, az valahogy túlélhető legyen. Itt ezek a problémák, hogy ők hogyan definiálják magukat, azért nem merülnek fel, mert azok a problémák merülnek fel, hogy hogyan, tehát hogy érdemes-e egy ilyen életet egyáltalán leélni, és a generáció egy jelentős része... Fantasztikus, amikor a föld felső 15%-a azzal küzd, hogy érdemes-e leélni az életét. Biztos, hogy csak a pénz miatt van. Kurva kevés, túl nagy a hitel. Hagyjuk már ezt, nem igaz. Hogy hogy belemennek bazd meg az állandó törvesztésbe, és már megöregszik, mire élt volna bármit. Persze, de az okokat keressük meg. Az okokat, hogy miért mentek bele, miért tűnt akkor olyan kurva jó ígéretnek akkora ízi a Maldív-szigeteki nyaralás, amikor mentél bele. Nem ez vitte. Ez az az igazság, hogy nem akarunk szembenézni azzal, hogy valójában az első világ, a fogyasztói világ és a fogyasztói tendenciák vitték a gazdaságot a hitelválságba is. Meg a túlfogyasztásba, meg a bolygót is. Ezért mind mi vagyunk a felelősek. Mi fogyasztók, a mi magatartásunk. Ez az igazság. Nem igaz, hogy itt a politikusok, természetesen a politikusok folyamatosan loptak, és egyre rosszabb körülményeket hagytak maguk után. Ez mind igaz. De ha nem beszélünk a lényegről, a lényeges dologról, arról, hogy minek köszönhető a válság, a nyugati világválsága, a nyugati gazdaságválsága, és minek volt köszönhető a hitelválság, hanem egy szociális önsajnálatba, így ilyen puha meleg paplannal így bevonjuk magunkat, hogy így szegények velünk kibasztak, mi egy elveszett generáció szóval vagyunk, akiket félrelőktek. Nem igaz! Mi vagyunk a felelősek, a mi fogyasztásunk, az az igazság. Ez az egész arról szól, hogy elhitették velünk, hogy a maximum az a cél, hogy a maximum az ellentéte a minimumnak. De nem, ez egy hazugság. A maximum az nem a minimumnak az ellentéte. Nem úgy van, hogy a minimumnak az ellentéte a maximum, hanem úgy van, hogy a minimumnak az ellentéte az optimum. És nem úgy van, hogy a maximumnak az ellentéte a minimum, hanem úgy van, hogy a maximumnak is az ellentéte az optimum. Mindkettőnek az ellentéte. Az optimum az, ahol az ember és a világ harmóniában van. Az optimum az a mérték, ami te benned is ott van. Mindenkiben ott van. Csak a marketing az a figyelmünket az optimumról elvonta. És elkezdte kondicionálni a figyelmünket a maximum felé. Mert ő profitot akar maximalizálni. Nem is ember, ő egy maximalizáló mechanizmus. Ez a cég, és ez a céges kultúra, ez a céges világ. Emberek által ezért nem is befolyásolható igazán. Önműködő, önvezérlő. És az ember egyféleképpen tud benne működni. Ha nem, akkor kibasszák onnan, és beraknak mást a helyére, aki jól működik. Így van kitalálva az egész mechanizmus. És arra kondicionálja az emberiséget, hogy az optimumról a maximumra fókuszáljon át. És akkor jönnek az ideológiák, meg jönnek a magyarázatok. Hogy nem miattunk van, nem a túlfogyasztás miatt van, nem az extrém vágyak miatt van, amiket etet a reklám, nem ezért van.
De igen, ezért van. Mi vagyunk a felelősek, azért bazd meg, hogy a világnak az 50%-a vagy a 40%-a éhezik, mert mi sokszorosan lakhatunk jól. És sosem elég. Ez az igazság, bazd meg. Van, véges mennyiségű javak vannak a világon. Amit mi elmarunk, a mi fogyasztásunkkal, az valahonnan hiányzik. Ez a dolog így működik. És az az igazság, hogy tök igazságosan is el lehetne osztani, de nem lehet. Mert nekünk 95-ször annyi kell, hogy választhassunk belőle egyet ma. Nézzétek meg, milyen szinten vannak feltöltve az árukészletek. Hogyha bazd meg leállna a gazdaság, meg leállna minden, akkor is még egy hónapig bazd meg mindenből lenne minden. Tehát, hogy ez valahonnan hiányzik, bassza meg ez a rengeteg sok. És arról van szó, hogy a baloldali ideológiák, meg a népfelség elve kiszabadították a szellemet a palackból. Vagy hát a parasztból, inkább így is lehetne fogalmazni. És jött Marx, és azt mondta a tömegnek, hogy téged kizsákmányolnak. És valójában tényleg kizsákmányolták, így átbaszták. De a Marx, a lényeg az az, hogy a Marxnak formailag igaza volt, csak Marx kezdte el az optimumról elterelni a figyelmet. És kezdjél el arra figyelni, hogy abból neki mennyi van, és ahhoz képest elég jól jársz, és az anyagi világban így vívja ki magadnak a proletár diktatúrát, mert akkor majd így minden rendben lesz. És ehelyett mi lett? Lett egy nagy proli tömeg, egy arctalan tömeg, akiket bazd meg így, még a szocializmus is így ugyanazzal a propagandával így manipulált, csak sokkal egyszerűbb célok felé, meg sokkal egyszerűbb módon, mint a kapitalizmus. Lett egy ordinári nagy tömeg, amelyik így veri az asztalt folyamatosan, és azt mondja, hogy nekem még több jár, még több nyugdíj, még több, még nagyobb tévé. Hát persze, bazd meg, mert ezt képezik a reklámok. Ha kollega úr, olvasta maga a tömegek lázadását? Természetesen. Az undorító tömegek korát éljük, tanár úr. Sztrájkok, tüntetések. Hol élünk? A műveltek nevetnek, mert azok tudják, hogy ez egy klasszikus filmből van, a többi bunkó. Attól, hogy a nácik használták Ortegát, attól még abban nagyon sok igazság volt, és hogy más példát nem mondja, Hanvas Béla is hivatkozik. Szóval, ha én a világ abban az egyszer... Tudod, hogy meg is hurcolták Hanvast ezzel a dumával. Persze, hogy tudom. Elment Inatára, bocsáss meg, Bulcsú, elment, mindjárt befejezem, elment Inatára és Viszapalkonyára a raktárosnak, és egyébként jobban volt a prolikkal. Kurva szar raktáros volt, ilyen kiolvasott, és kurva nagy hiány volt, és akkor lett volna ilyen rovács, ilyen ellenőrzés, és akkor egyik melós hálából éjszaka fölgyújtotta a raktárt, és így nem bukott le. Na, mondjad, Bulcsú. Szóval, a Pilinszky meg kurva rossz légvédelmi tüzér volt egyébként, különböző magassági bombákat kellett volna adni, és soha nem tudta megegyezni, hogy melyik jön, és majdnem ott helyszínen megölték szabotázsére egyébként. Na mindegy. Szóval, ha én a világban egy sört barátom, szóval, hogyha a világban... Robert, kérem, három sört. Jó beszélni ezzel a szuperot, tényleg. Szóval a világban az 1%-ban... Ott 1%-ával tartoznék, amelyik birtokolja a földjavának az 50%-át, akkor nekem nem Puzsér vagy Fami koncepcióm lenne, ami arról szól, hogy én a luxus és a maximum felé akarom elterelni a tömeg igényeit. Én csak a Robi. Már csak azért sem, mert egyébként, ha megfigyeltétek a válság ideje alatt, a luxus cikkeknek a eladása nem úgy csökkent volna, hanem folyamatosan ő. A legnagyobb gazdasági válság közepén nyitott Magyarország a Louis Vuitton boltot, és azóta is bőségesen virágzik. Ha én ebben a szerencsés 1%-ba tartoznék, akkor én nem ezt a játékot játszanám. Én ennél sokkal kegyetlenebb és brutálisabb játékot játszanék, az lenne, hogy én szétverném és tönkretenném következetesen a középosztályt, és folyamatosan az embereknek azt az ígéretet adnám, ami nem a maximumról, hanem az optimumról szól. És nézzétek meg, hogy a legtöbb reklám az optimummal házal. Néhány persze a maximummal is, vagy megpróbálja összemosni a kettőt, de nagyon-nagyon-nagyon sokan az optimummal házalnak. Tehát azzal az ígérettel, hogy te elérheted azt, ez egy adottság. Ez egy adottság ezen a földön. Te elérheted azt, hogy békésen, jól,
egy picit gyarapodva, csak egy picit kényelmesen és biztonságosan élhess. És ez az álom, amit mindenki akar. A legtöbb ember azért nem akar extrém gazdagságot, mert ez túlzottan kalandvágyú az ő számára. A legtöbb ember gyáva. Inkább lemond a Ferrari-ról, csak legyen meg a tuti BMW, vagy a tuti, az autó élete végéig. Ő inkább lemond erről, csak az élete végéig legyen meg. Erre a fajta biztonságra vágyunk. Így vagyunk genetikailag kódolva. És az embereket, hogyha én irányítanám a világot, és én lennék a világ első 1%-ában benne, akkor avval tudnám fenntartani ezt a működést, hogy folyamatosan leszorítom őket erről a lehetőségről. Mindent megteszek, hogy teljesen ki legyenek szolgáltatva az optimumnak. És én ma, ha körbenézek az életemben, olyan embereket látok, akik ma azért bűnéznek, azért dolgoznak, hogy az optimumot elérjék. Így nem lehet őket erkölcsi érvekkel kikezdeni. Ő nem azt éli meg, hogy jaj, igazán lemondhatnék az új iPhone-ról, és akkor cserébe talán egy normálisan élhetőbb szabadidőm lenne. Nem, ők azt mondják, hogy jó, ha megszakadok, akkor mindent fent tudok így tartani. És ez a mindent fent tudok így tartani, ez az ígéret, aminek egy generáció megy most neki, és recseg ropog alatta, és nagyon sokan el is mentek ebbe az országból azért, mert ezt nem tudták fenntartani. És ilyenkor baromira nem ér abban érvelni, hogy túl magasan vannak azok az igények, hiszen valahol ebola éc van, és nincsen csak egy száraz kóró. Ezek mind nagyon szép dolgok, ez mind nagyon szép. Várjál, azért ebbe valami. Most van persze, csak egy jelzálók hitelben is van valami, nagyon könnyen a középkorban lehet ezen a Budapesten is kerülni. Nagyon könnyen. Sierra Leone-ba lehet kerülni. Nagyon könnyen, nincs az olyan rohadt. Legalább utazik, bazd meg pénz nélkül. A delikvens. Na, hát én csak azt akarom nektek mondani, hogy ha fel akarjuk vértezni a kognitív harcrendszerünket a behatások ellen, akkor én arra kérlek titeket, hogy arra már valószínűleg jól bejáratott módszereink vannak, hogy a luxus, illetve a maximum típusú üzenetekkel megharcoljatok. Én csak szeretném azt a fontos kiegészítést megtenni, hogy harcoljatok meg az optimum és biztonsági üzenetekkel is, mert ma a klasszikus tudatbefolyásolási technikák ezen a frontokon támadnak. És én... Ez most ilyen nagyon absztrakt volt, mondjuk példát. Mondok egy kurva egyszerű példát. Akárki, aki nektek biztonságos növekedést, meg biztonságos életet ígér, vagy akárki úgy árul nektek egy terméket, hogy nem ez nem egy Ferrari, de ez elvisz téged A-ból B-be nagyon biztonságosan, akkor kezdj el gyanakodni azon. Jézus, az basz meg, ma voltam pont délelőtt az anyámmal az Erste Bankba, és a pénzecskét betettük egy ilyen alacsony, tőkevédet, alacsony... Pontosan erről van szó. Pontosan tudják. Rosszul tettük? Pontosan az történik ma a marketingben, csak el akarom mondani, pontosan az történik jelenleg, hogy tudják, hogy bizalmi válság van, és a bizalmi válságot ezeken a frontokon lehet lebontani. Én csak azt szeretném számotokra mondani, hogy sem a föld, sem az élet nem egy megoldás. A Robi-féle elméletek, illetve ezek az elméletek, amiket hallhattatok, abból indulnak ki, hogy a föld egy megoldás, egy igazságos játék, amiben, hogyha visszavonnánk az igényeinkből, és egy kicsit normálisabb emberek lennénk, akkor mindenkinek jutna. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez nem így van. A Föld nem egy megoldás, hiába mondja Louis C.K., meg egy csomó szimpatikus ember egyébként, mint a Robi is egyébként, hanem a Föld egy kérdés. Ezt a kérdést sosem tudtuk megoldani. Újabb és újabb kérdéseket vett föl, de sosem volt megoldása. Hiába termett néha még a világnak egy előző periódusában, egyébként 30 évvel ezelőtt. Önmagában Amerikában annyi búza, ami a világot önmagában el tudta volna látni élelmiszerrel, ott azért teremhet annyi búza, mert máshol éheznek. Értitek a problémát? Értitek azt, hogy ez nem annyira egyszerű dolog, hogy én most szétosztom az összes vagyont, ez volt Marx tévedése. Hogy fogom az összes vagyont és egyenlő arányba szétosztom, és mindenkinek hirtelen jó lesz. Sose felejtsétek el azt, amit afrikai vezető értelmiségiek szoktak mondani, amikor arról kérdezik őket, hogy mit kell az afrikai helyzet megoldásáért tennie a világnak. Mindenki elmondja, majdnem szó szerint a következő. Elmondom, semmit! Kérlek, ne gyertek és ne segítsetek!
és azt tartsátok be 50 évig. Jó? Tehát azt kérjük, az lenne a legnagyobb segítség, hogy kurvára nem segítetek. Akkor a természetet utánozza, mert ugye egyes tavaknál nem szabad kipucolni, annál szarabb lesz, hagyni kell a tésába, és a tó kipucolja. Magyarország, az EU eddig soha nem látott pénzt ad most nekünk. 2200 milliárd forintról beszélünk. Ennyi pénzt még soha nem láttunk egyben. Ezt fogja a következő költés... Ez csak matematika. Ez fogja a következő... Ez konkrét pénz. Ezt a pénzt adja konkrétan az EU. Az EU döntési mechanizmusa a következő lehetett, csak sejtem, de szerintem nem járok messze tőle. Tudja, hogy ebben a régióban olyan leszakadó régiók vannak, amelyeket hosszú távon nem tud eltartani, hát azt mondta, kifejezetten az összes pályázat vidéki leszakadó régióknak a felemelésére vonatkozik. Azt mondta az EU. Adok kurva sok pénzt, hogy ezek a régiók felemelkedjenek. Oké, de ez Magyarország. El fogják lopni. És azt mondta az EU, oké, adok annyit, hogy ellopni is lehessen, és még így is maradjon annyi. Mert így gondolkodnak a hülye fejükkel, mert nem élnek ebben az országban 8 éve. Mi kapásból elmondtuk volna, hogy akkor azt is el fogják lopni, bassz meg! Tehát akkor nem az fog történni, hogy jó, hát most már így loptam magamnak egy aranyvécéket, hanem akkor lopok hozzá aranyszart is, bassz meg! Tehát így ez így nem jelenik meg a fejükben, hogy lehet aranyszart is lopni az aranyvécé keféhez. És ezért bukott a dolog. Most ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint Afrika. Tehát azt kéne mondanunk az EU-nak, hogy köszönjük a segítséget, ne! Ne tegyétek, ne adjatok most 2200 milliárdot ennek az országnak, mert a strukturális bajait úgy fogjátok megerősíteni. Köszönöm szépen. Jaj, igazán köszönöm. Oké, köszönöm. Szóval a strukturális bajait úgy fogjátok megerősíteni, és úgy fogjátok bebetonozni, hogy az baromi nehéz lesz megváltozni. Nos. De várjál, nem hallottam. Szóval csak annyit akartam mondani, hogy ma Magyarországon mennyibe kerül egy kiló krumpli? Itt vannak nagyon szegény emberek, nyilván meg tudják mondani pontosan. Egy kiló krumpli. Bárki, most mondjátok már, hogy mennyi. Na, mennyibe kerül egy kiló hagyma? 100? 150 forint a hagyma, 200 a krumpli. Hogy kell éhen halni Magyarországon? Hogy kell éhen halni? Mert fázni azt lehet, az egy összetettebb kérdés, mert itt a tél is kemény. Délebre már az se kérdés. Hogy kell itt éhen halni ebben az országban? Hogy mondjam? A nyomor az, amikor a lakhatás nincs megoldva. Ebben a régióban itt a lakhatás nincs megoldva. Nyilvánvaló, hogy a hajléktalanoknak nem nyúl utána senki, és hogy ez történelmes. Azt mutatja, hogy nem társadalom vagyunk, hanem csak fogyasztók tömege. Csak egy horda, amit összehord a szél. A hordákat messzid, a hordatársadalomban mindenki gondoskodik. És egyébként az sem véletlen egyébként, hogy ilyen kegyetlen leszámolás hajléktalanokkal. Ez azért van. De ők meg folyamatosan termelődnek, tehát ők folyamatosan halnak és folyamatosan termelődnek. Újabb és újabb hajléktalan generációkon lépünk át. Tehát, hogy egy élet alatt, tudod, hogy van fogalmat, hogy hány egymást követő nemzedéknyi hajléktalant lépsz át, miközben mész a metró felé? Én nem, mert én autóval közlekedem, de én most csak rólatok beszélek. És ezeknek nem nyúl utánuk senki, mert ők ugyanúgy szemét, mint ahogy hulladék a chipszes zacskó miután megette. Ugyanúgy nem kötődik hozzájuk senki, és nem fogja meg őket senki, meg nem nyúl utánuk senki, hogy a chipszes zacskó is így már így nincs, így nem tartalmaz, és így eldobod. Ők a hulladék, ők a társadalom hulladéka. Őket termeli az utcán, hányódnak. Hát, hogy ez ténylegesen, ez, mert hogy mindenben tünet mindig. Ők a szemétnek felelnek meg a tárgyi kultúrában. És ez borzalmas, hogy ezt tesszük az emberrel. Ez iszonyatos. És ennek iszonyatosak a civilizációs következménye, hogy nemzedékek úgy élik az életüket, hogy embereket lépnek át az utcán. És az az igazság, hogy mindig is így volt, az a félelmetes, hogy nagy valószínűséggel így lesz. Én hiszek abban, nem. A szocializmusban... Ezt akarom mondani, én hiszek az emberiség kiirtásában. Tehát szerintem az emberiség nem alkalmas az igazságos társadalomra,
és remélem, hogy a mesterséges intelligencia megoldja ezt a problémát, és eljön a robotok tiszta kommunisztikus társadalma, és az emberiséget maximum ilyen, ezének ilyen alapanyagként használják van föl ilyen. Ez a kurva drámai a hangzor, hogy miatt azt jelentenek, szóval persze én is hiszek abban, hogy aztán végül kiderül a Matrixról, hogy mégiscsak Matrix volt, és megjelenik. Na mindegy, az szóval, hogy az a nyomor van, az a nyomor van. Bocsáss meg, az a poén egyébként, hogy amikor megnézem a Matrixot, persze a Neónak drukkol mindenki, meg kalandfilm, én a Smith-Sidnöknek egyébként igazat adtam, amikor ott mondta, hogy nem is emlős az ember, másfaj, vírus, és milyen undorító, a föld testét kipusztította, a saját élőhelyén. A Smith-Sidnökre jellemző egy óriási sötétség egyébként, mert nagyon rossz a felvetés. A vírus az nem az ember, ami tönkretette a szép természetet, a vírust úgy hívják, hogy evolúció. Ami a gyilkolásra épül. Tehát nem az ember az ős gondosz, de a fasz nem. Mondd már meg nekem, hogy hogyan fejlődik. A szimbiózis, az evolúcióban. Hogyan fejlődik, együttműködésre is épül. A hadésre is épül. És ez, amit te mondasz, ez a 19. századi vulgár... A változástól, a változástól. És mi provokálja a változást? Differenciálódásról szól. És mi provokálja a differenciálódást? Az ölés, baszd meg. Rólnak a faszát, bulcsú, figyelj! Nem, az élőhelyért van zajló harc, az őstényért zajló harc. De miért kell harcolni? De hogy lehet úgy harcolni, hogy nem ölök? Van egy környezet. Haragosan nézek? Nem, hát például az agancsok azok arról szólnak, hogy az állat, az emlős állat harcol, anélkül, hogy ölne. Miért vannak az agancsok? Mire valók? Nem igaz. Van egy együttműködés, és az együttműködésen belül van egy játszma. Ezek ilyen differenciáltak működnek, és mindegyiket tartalmazza az evolúció, és mindegyik az evolúció motorja. Az együttműködés is az evolúció része, és az együttműködő készség, az például egy kurva nagy evolúciós előny, hogy más ne mondjak. Az ember, az például ennek köszönhetően a nagyon magas színvonalú kommunikációnak, és egy nagyon-nagyon-nagyon összetett és komplex együttműködésnek köszönheti az úgynevezett sikerét a bolygón, amit hát így úgy képzel az ember, hogy valamiféle egy bizonyos nézőpont volt valószínűleg igaz. Ez a cég szempontja, tehát a cég nézőpontja, a javak, vagy a, ez, hogy mondjam, az egész egy ilyen tárgyi realizmus, egy ilyen nagyon-nagyon sötét anyagba zártság. Ez a kapitalizmus hátországa. Egy nagyon nagy világ. Mi meg szellemi lények vagyunk, akiknek, hogyha az anyag, az valójában csak az alap. Anélkül nincs ház. Az igaz. Ez teljesen igaz. Alap nélkül nem lehet házat építeni. Az egy alap. De arra az alapra, arra, amit te ráépítesz, abban fogsz lakni. Azokban a, és ott az a, ott a, ha megrendül az a, megrendülnek az anyagi alapok, akkor bedül a ház, az igaz. De az a baj az önsajnálattal, vagy az önsajnálat is kórumoság. Valahol. Az igazság, hogy felelősek vagyunk. Személyes felelősségünk van. Nem a vesztesek, csak te azt képzeled, Bulcsú, hogy mi, ez a generáció, ez a Magyarország, amit te ismersz, ez vesztese. Ennek a kurva nagy nyertesek vagyunk. Kurva nagy nyertesek, a kurvára a fasz jó végén vagyunk. Az egész nyugat. A budai luxus. Erre mondom azt, hogy ez egy fénytörés. Ez egy fénytörés. Nincs itt plazma tévén, bazd meg! Gecire! Ekkora tévén van, geci! De jó hangzik. Csak a meccset nézem, hogy nincs is plazma tévén. Én most már, hogyha veszek valamit, az meg már nem plazmát fogok venni, hanem projektet. És még a kínai vázádat is összetörtént. Össze volt nála szarva a múltkor a vécében. Hát ha majd a kínai váza lesz összeszarva. Hulvár. Na, várjatok, kikezdtetek el, ne, bocs. Arról van szó. Ez úgyis hosszú lesz. Én csak egy rövid kiegészítést. Nem áll. Az evolúcióról van szó. Nem, de a tiéd. Hát itt a piád, bazd meg, mi a fasz az ott az asztalon? Red Bull is a tiéd. Ja? Ha? Szárnyakat ad. Tiéd a Red Bull. Én nem iszom Red Bull-t, lófasz. Egyébként bomba. Olyan, mint a Málna szörny. Na, a Bambira. De azt tudjátok, hogy a Superman nem tudta volna megbaszni egyetlen egy női csőjétemet. Ha nem iszik Red Bull. Megbaszhatta volna, de nem ejakulálhatott volna.
ezt egy valami képregényekkel foglalkozó fizikus csak gyerek vezette le, és én láttam az elméletét, a szavakat nem értettem, de kecivel hittem. Hogy az van, kurvára hittem, és azóta kurvára hiszek, és képvisel is. Tehát, hogy az van, hogy a csávóból olyan erővel jött ki volna az ondó, hogy azonnal átlukasztotta volna a nőnek a mélyfalát, mindent hátul jött volna ki elő. Ja, bocsánat, oké, jó, oké, hát ennyi van. Köszönjük szépen. Na, képbe vagyok az új dolgokkal. Visszatérve a bulvártól a tudományhoz, az evolúciónak az a lényege, Bucsú, hogy van egy, mindig van egy környezeti hívás, és arra mindig van egy válasz, az adaptáció. Tehát, hogy érted? És az egész egy véletlen szelekciós folyamat. Az evolúciónak nincs célja, itt nincs ilyen, hogy fejlődés, amit mi értünk, az, érted? Egy szelekciós folyamat. De az nem csak arról szól, hogy megbaszni, megölni, fölzabálni, hanem annak vannak ilyen, hogy mondjam, finomabb dolgok, mint tudom én, a szimbiózis, meg sok-sok minden, tudod, ilyen társulások, meg növényvilágban is, állatvilágban szerintem, is. Szerintem két rendszer. Sikertelen az a folyam, ami csak megbaszni, meg két rendszer van, és mind a két. Fut egy ős operációs rendszer. Ezt az ős operációs rendszer úgy hívják, hogy fizika. A fizika operációs rendszernek a legfőbb elmélete, vagy azt mondhatjuk, hogy az az első parancsora, hogy hőhalál, minden dolog a legalacsonyabb energia szintre törekszik. Ezen az operációs rendszeren fut egy vírus. Ezt a vírust úgy hívják, hogy biológia. A biológia arról szól, hogy minden dolog fejlődjön egyre inkább. A két operációs rendszer egymással köszönő viszonyban nincs, sőt, olyan ellentét. Te azt mondod, hogy az entrópia és van a biológiai elvonulása. Olyasmi, mint hogyha van egy kurva nagy folyó, és akkor az az entrópia, és olyan, akkor olyan, egy visszafele ága, ami kicsit ilyen... Pont olyan, mint egy vírus egy operációs. Egyébként a nap fizeti az árát. Na és, csak azt akartam mondani, hogy a biológiai evolúció nevezetű szoftveren fut egy másik vírus. Ezt pedig úgy hívják, sokféleképpen hívják egyébként, hívhatják úgy, hogy keresztény etika, hívhatják úgy, hogy kultúra, nagyon sokféleképpen hívhatják, ami teljesen, egy teljesen ellentétes irány. Az erkölcsvilága, teljesen hívhatjuk így. Az erkölcseti, tehát elsősorban a kulturális, és semmiképpen nem előíró értelemben mondom. Szóval ez is teljesen ellentétes az a pont olyan, mintha egy vírus futta egy rendszeren. Én azt gondolom egyébként nekem ez a világlátásom, kurva őrültség, de én kurvára hiszek benne. Én kurvára azt gondolom, hogy van ez a világ, ez egy konstruált valami, ez egy létező valami, de nem lényeges valami. Ez egy kurva gonosz valami. És ezen folyamatosan van egy külső hatás, hívhatjuk Istennek, hívhatjátok, aminek akarjátok, van egy külső hatás, amelyik folyamatosan ilyen vírusokkal bombázza ezt a rendszert, és próbál kommunikálni velünk. Olyan vírusokon keresztül, mint például a biológia vagy a kultúra. Na mindegy, egy gnosztikus elmélet. De zseniális elmélet, hogy a legkisebb energia szintre törekszik a fizika szerint a világ. A biológiában viszont már a legnagyobbra. Tehát ott már egy burjánzás van, nem pedig egy hőhalál, nem egy zuhanás van, nem az egyszerűsödés van, hanem a variálódás van. Variabilitás. Úgy mondják. Igen. Köszönöm. És ehhez képest, meg az etika megint ellent mond az evolúció kegyetlenségének. Tehát szembe megy az evolúcióval. Tehát mondjuk például az, hogy van olyan, hogy kórház, hogy aki közülünk beteg lesz, az nem hagyjuk hátra. Hogyne. Hanem, de ugye ez erről szól. Ez a kórház, ezt a kórházat az hívta életre, hogy a biológiára az ember nemet mondott. A biológiát meg az hívta életre, hogy a newtoni fizikára az élet nemet mondott. Arról van szó, hogy ezek hekkelik egymást, ezek a rendszerek. Erről beszél a Bulcsú, ez zseniális elmélet. Na, és már csak egyetlen dolgot akarok mondani, hogy pont ebben a két hekben van a megoldás a pénznek is, szerintem. Meg a fogyasztói társadalomnak, mint problémának, vagy a földnek, mint problémának. Még egyszer szerintem a föld nem megoldás, a föld probléma. Szerintem ugyaninnen megfogható a megoldás. Szerintem arról egyikünk se tud lemondani, hogy biológiába ágyazott létezők legyünk, vagyis, hogy folyamatosan törekedjünk a fogyasztásra, a zabálásra, a befogadásra, a tátott pofára.
voltak erre kísérletek. De ezt a viszontfelséggel. Azok a kísérletek, hogy aszkéz is meg, szentek. Ezek kurvára nem működött tömegesen. Egyik sem működött, már buddha is elvetett. Egyik sem működött tömegesen. Viszont én azt gondolom... Jézus se, János zabálás, ha jól tudom. Oké, de a zabálás nem... Viszont tudunk olyat, hogy azt a hip-hopáról. A mérték, pont erről van szó. Ott egy kis Interdiálog. Interdiálog. Jók hívják. Barátok. Mesterem. Dialógus. Ahogyan tanult barátom fogalmazta. Szóval, vannak olyan dolgok, amelyeknek az előállítása nagyon-nagyon kevés ökológiai lábnyomot hagy, a fogyasztása iszonyatosan olcsó jelenleg, és majdnem korlátlan mértékben lehet őket fogyasztani. És kijöhetjük benne a fogyasztói tombolásunkat, különösebb ökológiai károk nélkül, és viszonylag nagy egyenlőséget lehet a fogyasztásukban létrehozni. Ezt pedig úgy hívják, hogy kultúrafogyasztás. A kultúra ugyanis jelenleg kurva olcsó, kurva könnyen hozzáférhető. Nem fogy el. Nincs ökológiai lábnyoma, vagy nagyon-nagyon-nagyon kevés. Hát azért némi van, de hát azért bőven belefér. Nem jelentős, mert hogyha nem a TV-ben van a Balázsó, hanem helyette itt toljuk, azért ez csak kevesebb kárt okoz. Meg már 100 éve létezett az a film, ami elég volt. Pontosan. Mit teleszarjuk a WC-t, az még mindig kurvára jobb, mint amit a hajduk itt. Zenét meg filmet le tudsz tölteni a torrentről. Kurvát meg tényi szalámit nem, ahogy a... That's the fucking point! Pontosan erről van szó! Ráadásul sporadikusan terjed, az emberek spontán módon is szívesen megosztják, nem kell a marketinggel foglalkozni, mert ha te adj Isten, te tényleg olyan kurva jót csinálsz, akkor nem kell neked marketing. Például mit gondolok, hogy a fogyasztás hova tart? Hogy el tudom képzelni, hogy a jövőben ez szét fog válni, az, hogy jó ízléssel étkezel, tehát a gasztronómiai élmény, ízélmény, szét fog válni az evéstől. Mert szerintem a jövőben az lesz, hogy bizonyos virtuális szférákban, ahova az embert mindenféle hardverek leviszik, olyan drogokat fog fogyasztani, aminek hatására olyan módon fognak kisülni a ízék, az ízlelő bimbói, meg az ízérzéke, az ízérzékelése, amilyen módon a hagyományos evés során így nem tudott. Tehát olyan jókat tud enni, olyan ízeket tud érezni, amilyeneket itt ebben a rendszerben így nem tudsz átélni. Bizonyos speciális drogokkal és speciális virtuális térben. És emellett, várjál, de ezzel párhuzamosan meg fogod kapni a ízét, az ilyen külön fogsz fehérjét, külön fogod bevinni a... Tehát, hogy ez az ilyen hagyományos étkezés, ez ilyen proli világ lesz, bazd meg, és nyilván lesznek szegény emberek, akik hagyományosan táplálják majd magukat, nem pedig ilyen, bazd meg, ilyen ekkora kockát tudsz venni, ez 4 nap fehérje, veszel mellé szénhidrát kockát, cukorkockát, és ezeket se feltétlenül megeszed, hanem mondjuk az meg fölszúrod, vagy valami ilyen sorozat, ugye? Orvos, állomásokon adják be neked, bazd meg, vénás, amiközben egy kápulatban, bazd meg, baszol fejben, és akkor feltöltenek közben ezek fehérjével. Pont ezt akartam mondani, hogy elképzeltem, milyen lesz ebben a világban. Hogy én ezt nyilván el tudom képzelni a jövőt. Milyen lesz a pornó ebben a világban? Érted? Szerintem több, elmondom. Figyelj, három mellő bőlé alá fogom baszni. Létezni fog az a nő, amelyiket úgy kurhatsz meg a fizikai világban, hogy gyakorlatilag körbevesz téged egy hardware. Arról van szó, hogy befekszel egy plazma ágyba. Ami ilyen mostani ismereteink szerint, hát ilyen folyékony, de ilyen kocsonyás anyag, amiben vagy, és közben így folyamatosan küldik be neked az oxigént. Tehát mit tudom én, van rajtad egy maszk adott esetben. Ja. És fekszel abban a maszkban, de már a maszk belseje úgy van kiképezve, meg minden, amit ez a víz hozzáér, mármint ez a zselé hozzáér, úgy van kiképezve, ahogyan az a szoftver fut, amilyen valóságban vagy. Tehát abban a pillanatban szexuálisan te ott vagy, bazd meg, ugyanazzal a súllyal megnyomva, vagy végighúzva a bőrödön ugyanúgy, egyszerűen közli veled az az anyag, az a zseli, amiben fekszel, közli veled azokat az ingereket, hőmérsékletet is, meg a simításnak a mértékét, hogy hogyan érsz hozzá, bárhogyan a másikhoz, vagy bármihez, amit csak bazd meg fut. És ezekben az állapotokban olyan dolgokat tehetsz meg, amiket fizikailag soha életedben nem tehetsz meg. Például
és továbbra is szexelsz. Olyan nőkkel, amilyeneket csak lejátszanak neked. És ebben ez bejátszák, az meg a 3D-s ilyen térbe bejátszák, és úgy, hogy meg is tudod fogni, mert amikor hozzáérsz, akkor ez az anyag, ez a zselés anyag, ez érintkezik az ujjaddal, és ugyanúgy meg tudod simogatni, és ugyanúgy meg tudod fogni, de a nő csak lejátszva van. És úgy baszod meg, hogy azt a zselét kúrod, és az a zselé úgy áll ellen neked, ahol a pinája van. És csak azt tudom, várjál csak egy mondat. A szaga ebben a dolog van, szívok, és annyiszor élvezel, ahányszor élődő, nem élvezel. És ott egyszerre bármit tudsz, egy hat karja lehet, hogyha bazd meg, azért fizetsz, bazd meg. És mind a hat karjával megfejhetsz, de bazd meg. De ezt az agy megcsinálja a Taxidermia filmbe, bazd meg a levágott disznót kurta csávó. Én csak a fakádba, tudják, én csak azt akarom elmondani, nem láttam a filmet, ha létrejön a tökéletes szimuláció, amivel akár Vénusszal vagy Afroditével is kefélhetsz, én egészen biztos vagyok benne, hogy az emberek Kelemen Annát fogják letölteni. Komolyan! Tehát itt érted, itt nem az a baj, hogy nincs az meg a technológia, az egyéniség. Nincs meg a technológia, az a baj, hogy nincs meg az ízlés, bazd meg. Itt nem az a baj, hogy nem tudnánk már most összehozni, hogy egy normális műpinát, hanem az, hogy bőven jó, hogyha bazd meg, van egy ilyen, egy amerikai pité, bazd meg. Ez a tömegigény. Ez a tömegigény kell, itt nem az a baj, hogy mindenki Afroditével akar a baszni, csak valakinek ez, valaki nem juthat el ide. Várjál. Nem az a baj, hogy mindenki Kelemen Annával akar baszni, és sajnos elég sokat. Sikerül is. Ez a tragédia, bazd meg. Mert amikor Kelemen Annával össze akarsz jönni, és meg is baszod, na az a tragédia, bazd meg. Amikor megbasztad, az a tragédia. De ez, amit a Robi mondott, ez már a tiszta demokrácia. Mindenki baszhatja, bazd meg, Kelemen Annát a virtuális térbe. Egyébként a 90-es években egy izét pornóiságban láttam, itt egy barátom látta, ő mesélte, a izét ilyen akkor jöttek be a motoros műpinák. És az volt a márka neve, hogy kiskatonák kedvence. És a kiskatonák kedvence, tudod? Hát ti nem voltál katona, bazd meg, nem tudod milyen. De azért vertem a faszomat, bazd meg. Jó, hát, csak tudom, miről van szó. A laktanyában, magányban, érted? Én vágtam ki naptárból ilyen kör alakú ízét, ilyen szextaplen volt, tényleg. Azt basztam, hallod? Tényleg? Nagyon kemény volt, egy gyorsan volt. És nem vágta el a pöcsödet a papír? De kurvára, az egész projekt annyira nem érte. De főleg, ha megbörgette rajta. És képzeld, hogy így akart, bazd meg, tehát így. Élőnőt nem lehet, mert eltörik a nyaka, bazd meg, így megbörgeted a kutyába. Ott pörögjön az arca, Kelemen Anna. Ez már nagyon jó. De tényleg a pörgős naptár a szopatás. A kajálom az... És oda mész Kelemen Annához, hogy leszopattalak, úgyhogy pörgött a fejed, geci. Na. Szóval... A csúcson vagyunk, tehát... Már nem is élveztél? Még nem, én még tudom tartani. Nem tudtam mondani, hogy lenni a csúcson. Közönségnek kell, Attila. Ja. Egyébként tényleg most jutott eszembe, bazd meg, így állandóan ezek a személyeskedések, és a melyikünknek melyik a gyenge pontja, és bazd meg rájöttem, hogy úgy hívják az anyád. Három nő, és bazd meg itt a, neked az anyád, ezt neked a feleséged, van. Nekem a kislányom, tehát így ilyen orgona, a három kor bazd meg a nőnek, ugye? Engem mindig a kislányommal baszogat. Őt a feleségével, őt meg az anyjával lehet. Nekem a gyenge pont, hogy az anyam, a Robinak a faca, az öreg, a izés, beszarás. Micsoda geometria, és még így is ülünk, bazd meg. Szerintem ezt álmodom. Tudja, hogy bazd meg, hogy vagyok egy kádba, és bazd meg egy izé. Így derül ki, hogy ez nem valóság. Ennyire szimmetrikus nem lehet valami, bazd meg. Tényleg, hol van itt a izé, kikapcsolom bazd meg az áramot, és fölébredek valahol. De tényleg. De ez olyan, tudod, hogy itt nincs, mint a egzisztenszere gondoltak, tudod, ez a undorító ízét kihúzták a lukból, bazd meg, amit a gerincébe beizélt. Egyébként állítólag azért volt úgy írva, hogy egzistenszer, mert hogy a magyar isten szót tettek a csávó komolyan, a David Cronenberg. Zseniális. Jaj, nem is valószínű.
Nem, az most nem ezért. Egy kurva jó film, azért mondom, én vagyok büszke, baszod. Ez egy akkora magyar szokás, hogy bármi kapcsán megtalálni benne a magyar. És erről hagyd mondjam el a legjobb példát. De ez nem olyan! Ez nem olyan! Más ennek, ami megtalálni olyan, mint megkérdezni bazd meg a izét a Bret Easton Ellis-től, hogy aztán hagyd meséljem el, a világon alig van már normális élő író, aki normálisan tud írni. És ide jött a szájba kut Bret Easton Ellis, és ki a Magyar Írószövetség volt az egy Bret Easton Ellis, hagyjuk, amerikai kibarátom. Szóval csak a Magyar Szájbakot Írószövetség csinálhatott vele interjút. És ide jött a kibaszott csávó, bement egy szállodai szobába, és a Magyar Írószövetség odament, és feltette a következő kérdést, bazd meg, a csávónak. Mr. Bret Easton Ellis, hogyha így szabadít. Ha így, ugye? Na, az a kérdésünk, hogy tudja-e, hogy az egyik regényébe beleírta azt a szót, hogy Budapest, baszd meg! Na, azt tudja! Kérdezhet egyet, baszd meg, Bret Easton Ellistől is elkérdezhet meg! Szoktál a csávó, baszd meg! Fürdőnk a fegyben! Azt mondja, hogy fogalmam sincs! Lehet, hogy beleírtam, baszd meg! Ez az öngyarmatosítás, ez az öngyarmatosítás kurvára. Jaj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 
emlékezni, ilyen baságtalan voltál, mert az izénél, az Existence-nél ezt konkrétan hallottam, hogy a csávó játszott az meg ezzel az izével, a magyar szóval, ez előfordulhat, ilyen léteztem. Erre a párhuzamos történetem az, amikor a Milos Forman megkérdezték, hogy mi a vélemény a magyar filmről, azt mondta, hogy köszönjük a kérdést, mert várta, nagyon szereti a magyar filmet, egyet se látott. Fantasztikus. Fantasztikus, hogy bazeg, vannak jó ízlésű emberek a bolygón, akik ki tudják választani, bazeg. Gyöztönösen, hogy mi a jó és mi a rossz, az Milos Forman az pont ilyen. Milyen, pont ilyen, igen. Szóval... A magyar film szerintem azért ilyen szar, mert a film az a tükre a izé. Ezt már múltkor megbeszéltük. De én erre most jöttem rá egy hete vagy két hete. Egy két hete fogalmazódok meg ide. Holnak a faszát két hete fogalmazódok. Múltkor mondtad, most már is hiszem. A rádió kapcsán már erről beszéltünk, Robi. Nem így. Na most hiszi. Ez a tükrös metakorát, nem a tükrös metakorát most találtam hozzá. Megsértődött a csávó, aki egyszer jött hozzánk vendégként a kafébe, emlékszel, aki kinevezett a Fidesz. A Grünwaldszkék után izének ilyen intendásnak példásan bántuk vele, hasonlított az meg a izér a Maria Brandauerre. Igen, így leküldte a kormányzat oda hozzánk. Na, és akkor már ott ezt fejtegetted. Nem? Most már hisz benne. Ne, akkor több pont. Jól hangzott, most már hisz benne. De szerintem több jó, pontos is. Jó, egyébként tényleg így van egyébként ebben, amúgy igazad van, még hogyha 10 éve mondod is, de a film van, a Hanvas írja az öt géniuszból, hogy a zene a nép morálja. Valahogy ez áttevődött azért a filmre is, tehát az meg így a lelkének a tükre. Tényleg így van, a magyar film az cefet szar, a jó film is szar, mert szórakoztatom, hazug. Én még őszinte igaz, mély magyar filmet az elmúlt 20 évből nem láttam, bazd meg. Nem is emlékszem, nem tudom, talán a felhő a Ganges fölött. Bökkesejű a felhő a Ganges fölött. Ez az a régen... Jó, bazd meg, de hát nevetséges, bazd meg, hogy annyit hányat lehet megszámolni. A felhő a Ganges fölött, a Bökkesejű. Mérhetetlenül hazug, bazd meg a vígjáték, hazug a dráma, hazug a történelmi film. A jelen léte hazug a színészeknek. Ahogyan megszólalnak, bazd meg, látom, hogy színészkedik egy színész. De nem is színész, mert a színész játszik. Egy ripacs, aki színészkedik. Ja. Látom, bazd meg, mindkét figurát, akit el akar játszani, azt is látom, meg azt is, aki így erőlködik, hogy eljátsza. Hát ez bazd meg nem így nem megy, bazd meg, így nem lehet filmet csinálni. Hát de miért van, mi másért, hanem azért, mert bazd meg, a létélményünk hazug, és nem tudunk számot adni a létezésünkről. Annyira korruptak vagyunk. Annyira nem bírunk a tükörbe nézni. Szó szerint erről szól, ezért szar a magyar film. Ez kibaszottú pont így van, és egyébként az a döbbenetes, amikor ott van, például ott van Control című film, ami komolyan mondom, hogy ez egy kurva jó lehetőség lett volna arra, hogy forgassunk egy 7 perces videóképet. Ja, komolyan, én a Controllal kapcsolatban mennyit hallgattam, hogy na most itt a jó magyar film. Vége, megtört az átok, itt a jó magyar film. Ez velem is így volt, így barátaim rágattak, hogy na te büdös. Kritikus geci, nem
most ezt nézd meg. Hogy ez milyen kecivelő? Van benne Yanderboy is, most leülsz, bazd meg, most végignézel is, ezt mert fikezni. És bazd meg, hogy ez történik abban a filmben, hogy a kibaszott metróra felszáll egy csaj, egy angyal szárnyal a hátán, ami bazd egy angyal szárny rá van szerelve a hátára. És azzal száll föl, és a rendező így jelzi nekünk, hogy felszáll egy angyal, aki meg fogja változtatni a főhős életét. Így jelzi nekünk, hogy ő egy angyal szárnyal, tök hétköznapi ruhában, egy ilyen filmben, bazd meg, ami ilyen Luc Besson lopás eleve, mert a metró van ellopva, de mindegy. Ez bele van pofája belerakni, és ez a gesztus például, de mondok egy másik jó filmet, ami így azt kell, hogy mondjam, hogy már jó film volt, az a Nyomozó. De még abban is megszörnyedik az, hogy az öregasszony counter-strike-ozik a rákosztályon, az öregasszony counter-strike-ozik, bazd meg! És így sniperrel lövi le az embereket, bazd meg a háztetőről. Ami nem hazugság, hazugság a magyar 80 éves asszony, nem a rákosztályon innen és túl sem csinál ilyet soha! Soha! De vicces akart, de azt sem tudja, hogy mi a világ és mihez képes vicceljen, bazd meg! Az a baj, ez egy olyan vicc, ami mélyen nem érti a világot, bazd meg az, aki így próbál viccelni. Az van egy ilyen belterjes körbe, hogy van egy saját nyelvük, egy saját kulturális nyelvük, és egymás között azt ragozzák, és így fölépülnek ezek a nyelvi szabályok. Ezt a nyelvi szabályokat átvitt értelemben. És bazd meg, ez de kurva jó ötlet! Semmi köze a valósághoz, semmi köze a nézőköz. És szar ötlet! És szar ötlet, de egymás között akkor éppen abban az interaktív közben jól hangzik. Ez az ön belső kommunikációjuk, amit kiexportálnak. De várjál, miért ők választottak ki? Miért ők lettek azok, akik a magyar filmeket elkészítik? Mert a magyar előadó... Mert annyi segget kell csinálni hozzá, meg annyi arcot kell eltaposni hozzá, meg annyit kell besúgni hozzá, és aki tényleg besúg, valóban bűnös, az a legnagyobb magyar rendezők egyike. Ahogy van. A három legnagyobb magyar rendező egyike egy valódi bűnnel, ami a valódi... Volt egy ember, aki elkövetett egy valódi bűnt, a Szabó István, akinek valódi bűntudata volt a valódi bűnéért, és ebből egy egész életművet felépített, abból az élményből, hogy ő besúgott, és tönkretette más embereknek az életét a hatalomért, és kiegyezett egy diktatúrával. És olyan filmeket csinált belőle, hogy az valami elképesztő és hatalmas, és a saját bűnét lerúgta, annak ellenére, hogy az meg abból a csávokból nem lett filmes soha. De egy hatalmas rendező lett belőle, született belőle egy hatalmas rendező csak abból, hogy a saját bűntudata iránt, meg a saját, amit ő meg akart harcolni, azzal kapcsolatban volt benne alázat, művészi alázat. És ez az, ami a magyar film harmadik legjelentősebb rendezőjévé teszi. Mondjuk. Abszolút, és a mefisztói alkohol az azért kurva fontos, mert egy egész generáció tette le azt az alkut. A mefisztó azért egy kurva fontos film, mert az egy egész generáció alkúja. Egy egész generáció... Most nem ez van. Egy egész generáció alkotott meg, és csak ezt akarom mondani, hogy pontosan azt a generációt követő, hogy mi generációnk számára pontosan, és a pénzről kezdtünk el beszélni, meg az alkudozásról kezdtünk el beszélni. És én csak azt akarom mondani, bár én elmondtam, hogy szerintem nem teljesen itt kereshető a korrupció, szerintem a korrupció az egy vágyott állapot. De ha mégiscsak eljönne, akkor nagyon vigyázzatok. Hogy mondjam el az én saját Mephisto történetemet, jó? Nagyon gyors leszek. Egyszer értem is eljött Mephisto. Soha nem hittem, hogy ez az én kurva ismeretlen média személyiségemben megtörtént, de eljött. Eljött a Mephisto és felajánlotta nekem, hogy add nekem egy vita műsorban, egy tévében, add nekem egy helyet, ott ülhetek. És én is részt vettek minden héten. Minden héten. Kicsit furán nézett ki Mephisto, hasonlított rá, csak kicsit le volt pukkanva, sem volt, mint egy kibaszott ilyen autókereskedő. De mindegy, ilyen volt az én kis Mephisto. És aztán kiderült, hogy azt nem lehet, hogy én elmondom a véleményemet, hanem majd ők így elmondják, hogy mi lesz az én véleményem nagyjából. Tehát ez volt az alkú. És ott volt a lehetőség, ott fel volt kínálva az alkú. Így konkrétan meg voltak határozva szavak, amiket nem mondhatok ki. Így emlékszem, hogy feket írni az, hogy vakkomondor, meg trafikmuti, meg ilyen. Tehát hogy ezeket így nem használhatom, mint kifejezés. Az nyilvánvaló volt, hogy nem. Egyébként nem azért, csak tök nyilvánvaló volt. Csak kurvára érdekelt. Megkérdeztem, hogy mennyi mindez.
mennyi ez? És felajánlották a minimálbér dupláját. Egy hónapra hallok. Egy hónapra a minimálbér dupláját ajánlották fel. És akkor azon gondolkoztam el, és a mai napig azon gondolkozom, hogy a jó öreg Mephisto azért az megmérte az én lelkemet, rám nézett, megmérte, és azt mondta, hogy ez ennyit ér, baszd meg. Ezért ennyit tudok adni, mert arra mutjál. Tehát ez ennyit ér, baszd meg. Vagy ez a világ annyira elkorumpálódott, tehát annyira szétbasztunk mindent, hogy már egy rendes Mephistóra se telik. Egyik se túl jó forgatókönyv, de ahogy napig nem van. Magasabbra kellett volna szabni a zárat, tehát én is kitaláltam baznak egy zseniális szlogen. Orbán Viktor szép. Szerintem ez 25 millió forintot minimum megérdezik. Orbán Viktor szép, érted? És még áron alul adom, mert hozati vagyok, természetesen. Jó, a korrupt létállapot az ott van mindenütt, az ott van a zsigerekben. Ez a mi létélményünk, és így erről tudunk számot adni. De hát így igazából ott van az alap, a kurva jó alap. Ami így tulajdonképpen az anyagi biztonság. Az, hogy ez a világrend ez minket véd. És mi, akik a civilizáció vagyunk, mert a civilizációval azonosítjuk magunkat, pusztán ettől, mi a három erőnek a nyomása alatt állunk. Ők ezt részletesebben majd úgyis csak legközelebb tudom kifejteni. Ez a három erő, ami a civilizációt így Prés alatt tartja. Prés alatt tartja. A proli sötét tömegek. Az a sötét proli tömegek, amit úgy tudok nevezni, hogy a baloldali mozgalmak és a népfelség elve által föl. Hát ez az elszabadult tömegember. Ez az egyik. Kurva nagy fenyegetés. Ez a másik a második a piac és a kapitalizmus és a tőkés rendszer. Annak az egy... Mert az egy olyan növekedésre ítélt jószág, amit létrehoztunk, felruháztuk őt a saját jogainkkal, és ráállítottuk egy végtelenül növekedő állás, igen, növekedő skálára, és az meg így el fog minket pusztítani a gecibe, mert így nincs rajta fék, mert nem szereltünk bele direkt. Tehát ez a második, és a harmadik pedig az, hogy megőri, hogy a jogunk az életmódunkhoz. Az, ahogyan élni akarunk. Tehát ez pedig a... És szerintem ez a három, ez egyaránt. Ez a három nagy kihívás a civilizáció számára. És ezeket a falakat kell tartani. Tartani minél tovább. Erről lesz a következő alkalommal. Ez volt az Apu azért viszik, mert te sírsz. Soron következő adása. Jövő héten várunk benneteket. Szervusztok, jó éjszakát, szép álmokat, rózsás csókokat, mosolygós angyalkákat. Sziasztok!